Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ismét jelentkezik az Élen állunk, a Jeges Sportágak havi magazinja. Szponzoráció. A munka és a sikerek elismeréseként 8 új autót vehettek át a shorttrackesek. Szenvedélyes csapat. Edzésen jártunk a világbajnokságra készülő szinkronkorcsolyázóknál a Team Passionnél. VB kvalifikáció. Skype-on beszélgettünk a Minneapolisban készülő magyar márkal és új partnerével. Utánpótlás. A rövidpályás gyorskorcsolyázók és a pontozásos ágazat junior és ifjúsági magyar bajnokságán jártunk. A világ sokszor a hátukat nézi, rövidpályás gyorskorcsolyázóinkat pedig mostantól akár új autóikban is láthatjuk. Shorttrackeseink ugyanis 8 új autót kaptak a szövetség egyik szponzorának jóvoltából. Nagyon-nagyon szuper jók, főleg, hogy ugye egyforma is fel is van matricázva, úgyhogy alig várom, hogy menjünk vele végre. Gyorsak a jégen, és most már az utakon sem kell gyalog közlekedniük a legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázóknak, akik egy új szponzortól kaptak autókat a szövetség jóvoltából. A szponzorációnak köszönhetően 8 versenyzőnk, Heidun Bernadett, Jászapáti Petra, Kessler Andrea, Bácskai Sára Luca, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaowang, Knoch Viktor és Burján Csaba vehette át a kulcsokat. Főleg olyan sportágokat vagy esőteket támogattunk, amelyek egy feltörekvő, de egyébként komoly sikerekre számító sportágokat vagy sportolókat támogattunk. És azt gondolom, hogyha megnézzük a gyorskorcsolyázók elmúlt sikereit, azt gondolom, hogy joggal mondhatjuk azt, hogy egy sikereit élt egyesületről vagy sportolókról van szó. Ezért is döntöttünk többek között arról, hogy őket fogjuk támogatni. A Magyarországos Korcsolyázó Szövetség elnöke Kósa Lajos szerint egy ilyen jellegű támogatás óriási lépés a hazai téli sport életében. Ilyen szponzori szerződést még nem kötöttek téli sportágak, és talán az is természetes, hogy a Korcsolyázó Szövetség kötött először szponzorációs szerződést, mert hogy olyanok a sortek eredményeink, ugye a rövidpályás gyorskorcsolya, ami kapcsán nyugodtan mondhatom, hogy az egyik legjobb csapata nekünk van a világon. Ebben a sportban hihetetlen kimondani, de egy kicsit shorttrack nagyhatalom lettünk, ami figyelve a versenyzőt számot, az erőforrásainkat óriási szó. Szerintem annak köszönhető ez az egész, hogy ugye az elmúlt években egyre jobb eredményeket értünk el, és ugye ez a szezon is ugye már az Európa-bajnokság lement, és nagyon jól sikerült a csapatnak, úgyhogy szerintem ennek tudható be, hogy most ugye kaptunk autókat. Nagyon sokat vártunk már erre a napra, nagyon-nagyon tetszik, tényleg úgy így képzeltük el ezt a napot, így képzeltük el ezeket a kocsikat, úgyhogy abszolút egy hatalmas pluszok jelenteni mindenkinek a számára, nem tudom, hogy bent lehetett-e hallani az idézetemet. Mikor gondolkoztam rajta, hogy tényleg miben tudna segíteni, nem tudtam volna felsorolni azokat a tényezőket, hogy tényleg miben tudnának segíteni, úgyhogy azt mondtam, hogy tényleg mindenben tudnak segíteni, abszolút a pihenéstől kezdve, hogy ott legyünk mindig időben, úgyhogy tényleg abszolút egy hatalmas plusz mindenkinek a számára. Mi hosszú távra tervezünk, hiszen a korábbi szponzorációink is akár 10 évnél tovább is tartanak, hiszen akár Cseh Lászlót, akár Kovács Katalint, hogyha említem ebben a kérdésben, akkor velük is egy nagyon hosszú és jó együttműködést tudunk. Remélem, hogy hasonló sikereket fognak elérni a korcsolyázók is. A sikeres szereplés folytatására legközelebb a szezont lezáró világbajnokságon nyílik lehetőségük a magyar csapat tagjainak. Ugye még a szezon legfontosabb versenye hátra van a világbajnokság, nagy reményekkel utazunk ki. Váltóval nagyon szeretnénk minél közelebb végezni az élmezőnyhöz. Ugye sajnos két csapattársunk is sérült, Kónya Zsófi és Heidun Bernadett. Úgyhogy nem a legjobb csapattal fogunk kiutazni, de mindent megpróbálunk megtenni. Mindenki nagyon-nagyon izgatottan várja, hiszen az az év utolsó verseny, és annyira sok verseny volt idén, hogy fejben egy kicsit azért most már nagyon össze kell kapni magunkat, hogy ezt kibírjuk, és utána hosszabb pihenő, de ezt az állomást még ugye mindenki nagyon komolyan veszi, hiszen ez a világbajnokság, úgyhogy abszolút próbálunk minden edzésen maximálisan teljesíteni, és reméljük, hogy majd elegendő lesz ez a révére. Lesz címvédés?
Minden címvédő úgy megy ki, hogy legyen címvédés. Megpróbálok mindent megtenni. Azt nem ígérhetem, hogy címvédés lesz, de azt megígérhetem, hogy mindent megpróbálok a magamtól. A rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságot március 10-e és 12-e között rendezik Rotterdamban, az M4 Sport pedig élőben közvetíti az eseményt. Több mint 100 fiatal vett részt február végén az utánpótlás korosztály rövidpályás gyorskorcsolya bajnokságán. A teljesítményre sem lehet panasz, hiszen többek közt Liu Shaoan korábbi országos csúcsa is megdőlt. Február 24-e és 26-a között az utánpótlás rövidpályás gyorskorcsolyázóké volt a terep a gyakorló jégcsarnokban. A háromnapos ifjúsági országos bajnokságon 6 korcsoportban több mint 100 versenyző lépett jégre. Rengeteg versenyzőt látunk itt most a jégen. Ugye a legfiatalabb korosztályban 7-8 éves gyerekek versenyeznek, az idősebbeknél 17-18 éves korig. Ugye elsősorban budapesti versenyzők, illetve 4 vidéki városból érkeztek ide sportolók. A hangulat nagyon jó, a jég is nagyon jó, a szervezésre semmiféle panaszunk nem lehet. Vannak különböző újdonságok is, többek között az, hogy távonkénti eredményhirdetés van, ami nagyon jó és nagyon motiváló a versenyzők számára, ugye főleg itt a kisebbeknél, mivel mindegyik táv döntője után ott már a jégen megkapják az érmeket, ugye ez egy óriási dolog, és ez nagyon tetszik és üdvözlendő mindenki számára. Ugye rengeteg olyan versenyző van, akiből a későbbiekben majd ugye ilyen sportó lehet, és ők is már ugye itt, akik a junior C kategóriában például versenyeznek, ők az éveken keresztül többek között a Jászapáti Petrával együtt versenyeztek, és az ő nyomdokait ugye próbálják követni. Ez mindenképpen nagyon jó, hogy vannak ilyen élsportolóink, akik szintén fiatalok, tehát nincsenek olyan távol tőlük. De hogyha még látják is itt a versenyelőket, az is még azért motiváló számukra. A junior B-hölgyek versenyében az olimpiai kerettel készülő szilicei német Rebeka 1000 és 1500 méteren és a szuperdöntőben is a leggyorsabbnak bizonyult, így maga biztosan végzett összetettben is az éle. Elég jónak érzem, hogy a tavalyihoz képest elég sokat fejlődtem, szerintem. Minden távon megjavítottam a saját időeredményemet. A világkupákon tudtam már elődöntőt korizni, aminek nagyon örülök. Hát örülnék, ha eljutnék egyszer B-döntői esetleg, de ezeknek is nagyon örülök. A junior B-kor csoportos fiúknál hatalmas küzdelem zajlott Tiborcz Dániel és Sziklási András között. Végül 3 futamgyőzelemmel utóbbi szerezte meg az összetett aranyérmet. Minden távon elindulok, 1500-500, meg 1000 méter is. Az 1500-at megnyertem, de 500-on szerencsétlenül majdnem elestem, de meg tudtam fogni. Itt csak 3. tudtam lenni. A bajnokság egyik legnagyobb szenzációját a 15 éves Talabos Attila szolgáltatta, aki az első napon 1500 méteren megdöntötte Liu Shaoang országos csúcsát. Szerencsére meg tudtam dönteni 1500 méteren a Liu Shaoangnak az ócsaját, meg a váltóba közösen meg tudtuk dönteni az eddigi országos csúcsot. Nagyon örülök, hogy az áldónak tudtam megdönteni az országos csúcsát, és remélem, hogy egyszer én is ott tudok lenni, ahol ő van most. Az ifjúsági országos bajnokságra kilátogatott sokak példaképe Liu Shaolin Sándor is, akit világbajnoknak kijáró szeretettel fogadtak a jövő reménységei. Húgom is elkezdett korcsolyázni, és anyukám megkérte, hogy jöjjek ki velük, és szerintem ez egy hatalmas plusz mindenkinek a számára és számomra is, hogy ki tudtam jönni, így pihenő napon megnézni a kicsiket, hogyha akár egy órát is ide tudtam szállni, az tényleg szerintem nekem is és nekik is egy hatalmas plusz jelent. Az országos csúcsok már tényleg magyar szinten is elég magasan vannak, és elég nehéz őket megdönteni, és úgy, hogy így, hogy hallottam én is, hogy megdölt egy pár országos csúcs, és remélem, hogy ez a kicsiket is motiválja, és tényleg lehessen látni rajtuk, hogy megéri nekik korcsolyázni, és tényleg van hova fejlődni. Most már egyre jobban tudjuk motiválni a gyerekeket, és egyre több gyereket tudunk bevonzani ebbe a sportágba. Nyilván nem könnyű a helyzet, mert rengetegféle sportág van, de miután az olimpiai keretnek a versenyző is egyre több sikert érnek el,
így ez hatással van nyilván az utánpótlás nevelésre is, és rendkívül sok ügyes gyerekünk van, ugye ezekben a különböző vidéki városokban, amikor versenyen is olyan szakemberek dolgoznak most már, akik korábban versenyzők voltak, és ugye ahogy bővül a tudásuk, úgy tudják ezeket átadni a fiatal sportolók részére. Október óta alkot egy párt Magyar Márk és az orosz Dária Beklemiseva, akik az Oberstdorfi Bavária Openen képviselték hazánkat először, és sikeresen teljesítették a világbajnoki kvalifikációs szintet. Felnőtt párosunk jelenleg az Egyesült Államokban edz, így csak az interneten keresztül tudtuk elérni őket. A felvétel minőségért elnézést kérünk. Mi most Minneapolisban vagyunk, itt edzünk, nyílt nemrég egy új jégpálya, úgyhogy szinte korlátlan mennyiségű jég áll rendelkezésünkre, és ezt kihasználva itt készülünk a szezon versenyeire. Jelenleg a világbajnokságra koncentrálunk, ami 3 hét múlva kezdődik. Szerencsére megszereztük a kvalifikációs pontszámokat, úgyhogy gőzerővel arra készülünk. Két versenyen voltunk 2 héten belül. Szerencsére már az első alkalommal sikerült megszerezni a pontszámokat. Csak pozitívan tudunk róla beszélni, mert annak ellenére, hogy voltak hibáink mindkét programban, így is sikerült kvalifikálnunk, ez azt jelenti, hogy van még hova fejlődnünk a jövőben. Előző partnerem augusztusban úgy döntött, hogy befejezi a korcsolyázást személyes okokból kifolyólag, és akkor én elkezdtem új partnert keresni, és olyan október környékén találkoztunk először, előtte interneten találtam rá Dáriára, és októberben találkoztunk először, és mindkettőnek megtetszett a közös munka, és azóta dolgozunk együtt. 2002-ben kezdtem, azaz már 5 éves korom óta korcsolyázom folyamatosan, csupán egy rövid kihagyásom volt. Igaziból Mark választott engem, és végül az interneten ismerkedtünk meg. Természetesen nagyon boldog voltam, hogy sikerült kiharcolni a kvalifikációt. Mi csak tettük a dolgunkat, edzettünk keményen, de igaziból nem volt elvárás a kvalifikáció. Annak nagyon örülünk, hogy kijutottunk. Igazából az a célunk, hogy minél jobban bemutassuk a rövid programunkat. Nagyon sok induló lesz, körülbelül majdnem 30 pár, és csak a legjobb 16 mutathatja be a kürjét, úgyhogy ha szerencsénk van és hibátlan futunk, akár az is beleférhet, de ez természetesen a többi pártól is függ, hogy ki hogy teljesít, akár bejuthatunk a legjobb 16-ba és bemutathatjuk a programunkat, de nem lennék elkeseredve, ha nem jönne össze, mert nagyon rövid ideje korcsolyázunk együtt, és ez nekünk óriási élmény, hogy már ott lehetünk a világbajnokságon, és testközelből láthatjuk a világ legjobb korcsolyázóit, és együtt versenyezhetünk velük. Március első hétvégén a pontozásos ágazat fiatal versenyzőinek adott otthont a gyakorló jégcsarnok. Az utánpótlás műkorcsa és jégtánc országos bajnokságon a legkisebbektől a kiemelt ifjúsági kategóriáig mindenki megmutathatta, hogy mire képes. Március első hétvégéjén a pontozásos ágazat ifjú versenyzőinek adott otthont a gyakorló jégcsarnok, ahol több mint 80-an indultak a junior műkorcsolya és jégtánc országos bajnokságon. Természetesen a nemzetközi versenyek azok is nagyon fontosak, de a gyerek életében az országos bajnokság mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy annak kell a legfontosabbnak lenni. Ez sok mindent jelenthet az ő karrierjében, a csapattal, akivel együtt dolgozik, a műhelyeknek a munkáját meghatározhatja, és a nem utolsó sorban azért egyfajta műhely támogatásnak a megítélése is ez alapján történik. Először a Chicks 1-es kategória versenyzői léphettek jégre, ahol 10 induló közül 30,19 ponttal magabiztosan diadalmaskodott Ecker Léna. Szerintem jól sikerült, a lucba csak úgy leültem, azt nem kellett volna, és más nincsen. Azt gondolom magamban, hogy nem baj, még azért van lehetőség, és többet tudok. Az egyel fiatalabbak között Bődi Flávia bizonyult a legjobbnak. Anasztáziára futok. Ezt a egyik koris barátomtól kaptam, és ebbe bemutatózni szoktam, de mivel az a kőruhám tönkre ment, akkor inkább ez lett a kőruhám. Tudtam, hogy meg fogom nyerni, mert nagyon jó vagyok ebben mindig. A Cups fiúk között Bődi Patrik szerezte meg az aranyérmet. Jól éreztem magamat, szerintem elvették az egyik ugrásomat, vagy nem tudom, mert a végén egy picit belebotlottam, amikor a végpóz volt, de szerintem most jól is tettem, de volt már jobb. Én a Gladiátor című
önzenére futok, és anyukám választotta ki meg én, hogy anyukám először megnézett zenéket, hogy mi legyen az én zeném, és akkor én is beleegyeztem, hogy az legyen az én zeném. Nekem az első külzeném az a Van Halen-től a Jump volt, és ugye ez az volt, és akkor most bővítettünk rajta egy picit, és tehát bővítettünk rajta, és akkor tehát nem tudtunk, hogy milyen új külhang legyen, ezért ezt még megtartottuk, és egy picit bővítettük, hogy hosszabb legyen. 11 induló volt a Cups 1-es lány kategóriában, ahol végül 31,66 ponttal Zsemberi Katinka lett a győztes, megelőzve Juhász Petrát. Jó volt, de azért még egy kicsit lehetne rajta alakítani. Hát mondjuk a szalhobokat megérkezni, meg nem fordulni az ugrásokba. Egy héten minden nap van 2 órás edzés. Jégedzés, meg atlétika is, balett is, meg koordináció. Mindenféle van. Nem volt a legjobb kür, amit eddig futottam. Majdnem az összes ugrásból kiléptem, és ezért nem volt a legjobb. Egy nap legalább van 3 edzés, vagy csak 2, és akkor úgy 5x2 vagy 3. Ilyen táncos, és nekem ez tetszik ez, hogy táncos. Nagyon büszke vagyok tanítványainkra, hiszen ha megnézzük, 4 kategóriából 3-ban is magasan bajnokok lettek, és mindenki nagyon szépen futott, kezdve a legkisebbektől, hiszen az 5 éves Ince Brigitta élete első versenyén nagyon szép programot futott. A Szent Iványi Júlia ugyanebben a fiatalabb korosztályban a 3. helyen végzett, szép tiszta programmal, és ugye a következő 3 év, a 7-8-9 éves korosztály, ahol bajnokok lettünk, ott Ekkel Léna kezdte a sort a mai nap, aki már ugye 7 évesen dupla lucot tud ugrani, és dupla-dupla sorozatot mutatott be. Pap Vivien, aki nagyon szép dupla-duplákkal, szép előadásmóddal, nagyon szép magas pontszámokat kapott, illetve a 9 éves Zsemberi Katinka, aki szépen futott, őnek is előnye az előadása, gyönyörű szép forgásai, és az, hogy magyar bajnokok lettek, ez számunkra nagyon fontos, hiszen ez a szezon legfontosabb versenye, erre készülnek minden nap, ezért mennek hajnalba edzésre, hogy itt megmutassák tudásukat, és örülünk, hogy meg tudták mutatni. Mind a korábbi Európa-bajnok, mind Engik Lára pontozásos ágazati sportigazgató elégedett volt a versenyen látottakkal, de emellett kiemelték a folyamatos fejlődés fontosságát is. Én azt gondolom, a létszámot azt főleg nálunk abszolút, abban nem lehetünk elégedettek, mert ennél sokkal több gyereknek kéne ezekben a kategóriákban indulni, hogy azt higgyük, vagy azt reméljük, hogy a felsőbb, a junior és a felnőtt kategóriákban is lesznek versenyzőink, és nem egy-egy versenyző marad, akire aztán minden terhet, meg minden nehézséget ugye rá kell tenni. Úgyhogy a létszámot növelnünk kell, ez az elmúlt, azt gondolom, 5 évben nem voltunk olyan helyzetben, hogy ez megoldható lett volna. Az elmúlt 2 évben nagyon nehéz volt a tanfolyamokat beindítani mindenhol, és a tanfolyamokból várható az, hogy ugye kinőnek ezek az apróságok. De én azt gondolom, hogy próbáljuk ezt is segíteni, próbáljuk az edzőknek a munkáját is feltétlenül olyan körülményeket biztosítani, hogy ők is meg tudjanak mindent oldani. Mindenképpen az kell, hogy a célunk legyen, hogy minél többen kezdjenek el korcsolyázni, hiszen minél nagyobb a merítési bázis, annál nagyobb az esélye, hogy kikerül ez az 1-2 tehetség, aki nagyon sokra viheti. És éppen ezért örülök, hogy azért már az idén többen indultak, mint tavaly. Nagyon összetett a feladatunk már ebben a pici korban is, és vannak nagyon-nagyon ügyes kisgyerekek, és nagyon olyanok, akikre már most látszik, benne van a lehetőség, és ezután, a korosztály után a pubertáskor egy nagyon fontos nekünk. Tehát nagyon sokat kell ezeknek a gyerekeknek itt megmutatni ahhoz, hogy a pubertáskort, amikor megnő, keze, lába, és egyáltalán változik a testalkata, biológiailag változik, akkor azt úgy átvészeljék minél hamarabb, hogy ez a fejlődés
csak minimálisan álljon meg, és ne essen vissza. Úgyhogy nagyon-nagyon sok munka kell nekik, ez sok kiegészítő edzéssel, de nagyon sok jégidővel is jár. Reméljük, hogy látunk egy-két olyan tehetséget már most is, akiben ott csillog, az a kis csiszolatlan gyémánt ott van, és majd meglátjuk, hogy lesz belőlük Tóth Ivett, vagy esetleg a Sebestyén Júlia. Már nagyon pici kortól kezdve, nagyon komolyan kell elkezdeni edzésekre járni. Itt naponta kétszer vannak, majdnem minden nap jégen, száraz edzéseik vannak, balettóráik vannak, tehát aki szeretne ebben a sportágban kiemelkedő eredményt elérni, ott ez nem csak a gyerek részéről, hanem úgy gondolom, hogy a szülők részéről is hatalmas áldozat, hiszen ők hozzák, viszik őket az edzésekre, és ugye hajnal 6 óra 20 perckor már jégen kell állni. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb az utánpótlásbázisnak a növelése, és a másodszorban pedig úgy gondolom, hogy a minőségen nagyon nagy hangsúly van, hiszen a pici korban jó alapokat kap a versenyző, akkor abból a későbbiekben könnyebb dolgunk van, és könnyebb jó technikát kialakítani, tehát első perctől kezdve oda kell figyelni a gyerekekre. Az esti programban már az idősebbeké volt a főszerep. Basic Novice A fiú kategóriában Hortobágyi Dominik szerezte meg a magyar bajnoki címet. A lányoknál Basic Novice B kategóriában Szarka Ivett, Basic Novice A kategóriában pedig Gázóé bizonyult a legjobbnak. Az országos bajnokság óta három nemzetközi versenyen is részt vett a Team Passion, sőt Zágrábban dobogóra is állhattak a lányok. Hamarosan a Budapest Cupon ismét hazai közönség előtt bizonyíthatnak szinkronkorcsajázóink, akik az áprilisi világbajnokságra készülnek. Salzburg, Zágráb és Milánó. Így nézett ki az elmúlt hetek versenyprogramja a Team Passionnek. A szinkronkorcsolya válogatott Ausztriában a 6., Horvátországban a 3., míg Olaszországban a 4. helyen végzett. A legutóbbi milánói versenyen ráadásul a rövid programmal még a házigazdákat is megelőzték a lányok. A rövid programmal megelőztük őket, de sajnos a hosszú programmal annyira tökéletes programot futottak, hogy a mi tökéletesünk már hazai pályán nem volt elég. Szerintem jól állunk a mezőnyben. A milánói versenyen nem úgy pontoztak minket, ahogy kellett volna, de hát ez minden sportágban így van, mert ugye szubjektív, úgyhogy Zágrábban szerintem jobban pontoztak, illetve Salzburgban. A Milánó volt azt hiszem a legjobb az összes verseny közül. Nem is a helyezés tekintetében, mert ugye sajnos bíró nélkül utaztunk erre a versenyre, hanem olyan szempontból, hogy azt a célt, amit kitűztünk a csapat elé, hogy fussunk két olyan programot, ami a felkészülésnek megfelelően úgymond tökéletes, ezt a csapat hozta, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy mind a két programot hibátlanul, nagyon nagy lélekkel és előadással sikerült előadniuk. A Team Passion következő versenye a Budapest Cup lesz, ahol neves ellenfelekkel küzdhetnek meg, hiszen a hazánkba érkezik a kanadaiak mellett a tavalyi világbajnok orosz csapat, a Team Paradise is. A lányok hazai közönség előtt a dobogót célozzák meg. Nagyon izgulunk, nagyon várjuk, hogy végre itthon versenyezzünk olyan programokkal, amiket már a világbajnokságra viszünk, ugye a hazai nagy közönség előtt, mert ugye erre a versenyre fog eljönni mindenkinek a családtagjai, barátai, úgyhogy nagyon nagy közönséget várunk, itt mindent nagyon izgulunk a verseny miatt, hogy minden jól sikerüljön. Reméljük, hogy tudjuk folytatni ezt a sikerszériát, amit elindítottunk már Zágrábban a Kürnél, és ugyanúgy két hibátlan programmal mutatkozhatunk be a magyar közönség előtt is. Magunktól két hibátlan programot várunk, és reméljük, hogy le tudjuk mutatni úgy, és technikában is megkapjuk azokat az értékeket, amiket adott esetben Milánóban elvettek tőlünk. Nagyon fontos nekik, hogy otthon a barátaik, családjuk, a szeretteik előtt mutathatják meg, hogy miért dolgoznak egész évben, ezért ez mindig egy nagyon kiemelkedő program számukra. Most is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok rokon és barát fog érkezni a versenyre, úgyhogy nagyon készülnek a lányok. A szakmai stáb és a lányok bíznak benne, hogy a folyamatos fejlődés és előrelépés az értékelésünkben is megmutatkozik majd, és a bírók a pontozásnál is elismerik a teljesítményüket. Még látszik ugyanaz a beskatujázás, mint tavaly előtt inkább. Tavaly ugye annyira nem éreztük a hazai világbajnokság miatt, de idén újra érezzük ezt a beskatujázást, hogy hiába mutattuk meg tavaly azt, hogy de igenis ott tudunk lenni, és hiába mutatjuk meg idén is azt, hogy igen, ott tudunk lenni. Sajnos a rövid programokban ez még nagyon nem látszik meg, és még nagyon az alja kategóriára tesznek minket, holott már utolérnénk az olaszokat is, és meg is verhetnénk őket.
A bíróktól mindig kapunk pozitív visszajelzéseket, hogy a csapat nagy mértékben fejlődött az elmúlt két szezonban, viszont én úgy gondolom, hogy pontokban ez még nem teljesen jelenik meg. A szezon főversenye természetesen az áprilisi világbajnokság lesz, amelyet ezúttal Colorado Springsben rendeznek. A Team Passion célja, hogy a hátralévő egy hónapban mindkét programot tökéletesítse. Ez a cél természetesen, hogy a világbajnokságra legyen minden ott a helyén, ahol kell, ezért folyamatosan versenyről versenyre javítottuk is a programot, a visszajelzések alapján próbáltuk úgy alakítani, hogy ugye még több pontot érjen adott esetben, vagy még inkább a bíró küzdésének megfeleljen. Ez egy folyamatos munka, még most is ezen dolgozunk, hogy az utolsó verseny tanulságait beépítsük a programba. Természetesen tökéletesítjük mind a két programot, amennyire tudjuk, kihozzuk belőle tényleg azt a maximumot, amit a világbajnokságon hoznunk kell. Illetve néhány elemen még próbálunk nehezíteni, hogy tényleg biztosan meglegyenek azok a csapatok, akiket mi szeretnénk bevenni. Mindenképpen előre szeretnénk lépni. Én azt mondom, hogy elsősorban az előadásmódunkon kell folyamatosan javítani, hogy a tartásunk, az arckifejezésünk minél meggyőzőbb legyen, a lengőláb munkánk minél pontosabb, emellett pedig természetesen technikában is mindig lehet fejlődni, és ezen is próbálunk még dolgozni. Ez volt az Élen állunk márciusi adása. Ne feledjék, a hétvégén Short Track világbajnokság, majd a műkorcsa és jégtánc világbajnokságot is követhetik itt az M4 Sporton. Mi egy hónap múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra!